Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napon Veszprémben. Külön öröm, hogy a Tiszta Föld megjelenése ebben a szangában is teljesen nyilvánvaló. És külön öröm, hogy újabb és újabb gyakorlókkal gazdagodik a szanga, ahogy az évgyűrűk gazdagítják a fát, folyamatosan csatlakozva ahhoz az eredethez, amelyből a fa kisarjadt. Arra kérek mindenkit, hogy a már szokásba jött kezdéssel indítsuk el a kérdés és válasz folyamatát. Recitáljuk el az Om Nam mantrát 7-szer. Om Nam. 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 Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt hallani Zoli bevezetőjét, ugyanis a Buddha háromszor kocsizott ki azon forrás szerint, amiből Zoli építkezett. Amit én olvastam, az egy kicsikét zenesebb volt, és egy tanulmányi kirándulással megoldotta. Apukának kevesebb reprezentációt kellett elkövetni azért, hogy végre a fiú egy kicsikét boldogabb legyen. És itt felmerül a kérdés, hogy egyrészt mi a boldogság, másrészt miért nem azzal találkozott úgy rögtön? Hát nem lett volna egyszerűbb, hogy találkozik a boldogsággal, azt követi, hazaviszi, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. És nem ez történt. Valami olyasféle történt, amely mindegyikünk életére jellemző, és ezt hívjuk az ellentmondás megjelenésének. Azt szeretnénk, hogy egy nagyon jól körülhatárolt, nem kevéssé kistafírozott életúttal egyfajta spirituális életpálya modellt kapjunk. És ez nincs meg. Ugyanis amit legelőször látnunk kell, hogy mi minden dúl bennünk, mint emberek. Hogy tényleg befelé vezet az út, amely a külső megszabadulást hozza. Hogy lássuk a saját paradoxonjainkat, megoldatlanságainkat, például a gondolataink és az érzelmeink összeférhetetlenségét, vagy hogy a szavaink és a tetteink hogyan fedik vagy nem fedik egymást, hogy a személyiség négy nagy csatornája, gondolkodás, érzelmek, beszéd és cselekedet, ezek mennyire mutatnak egy irányba és mennyire nem. Nézzünk szembe a ténnyel, hogy rendkívül paradox lények vagyunk, a lélek hátizsákjában rengeteg megoldatlanságot hoztunk ide, és az útunk abból áll, ha elvállaljuk, hogy ezeket megoldjuk, és meghaladjuk. És akkor, amit a koreaiak manchamnak, azaz a tan kérésének hívnak, és ma gyönyörűen szertartásosan elhangzott, akkor megmutatkozik az út, megnyílik a dharma szem, amely a dualitásokon túlvezet, és mégis képessé tesz arra, hogy ebben az erőteljesen polarizált világban te élj. És másoknak is segíts élni, hogy legyen családod, hogy legyen munkád, legyen egyfajta normális életcélod. És hallhattatok gyönyörűen a szerzetesek jelentőségéről a bevezetőben. Ezt nem gyengítvén mellé raknám a szerzetesnőket, a világi férfiakat és a világi nőket. Ez az úgynevezett koreai Sábú Dézsung, a négyrétű szanga. Szerzetes, szerzetesnő, világi férfi, világi nő. Úgy tűnik, hogy ahol ez a négy megvan,
ott a gyakorlat szilárd alapokon áll. Legalábbis ami a társadalmi emberi részét illeti, mert olyan élettapasztalat és gyakorlati tapasztalat halmozódhat föl, amely minden embernek javára válhat. Tehát az akadályainkat kell csak elhárítani, és akkor haladunk az úton. Csak a szenvedést kell megszüntetni, és boldogok leszünk. Csak az összeférhetetlenséget kell megszüntetni, és szeretetben és harmóniában tudunk élni egymással. Nagyon érdekes, hogy keleten nem határozták meg a boldogság, a szeretet és az összes ilyen pozitív minőség pontos definícióját. Nem írták le könyvekben, nem vitatkoztak róla, csak megmondták, hogy mi nem az. Ha elolvasod a Dhammapadát, Buddha a négy sorosait, akkor fantasztikus bölcsességet látsz benne. És azt is, hogyha tovább lépsz a szútra irodalom felé, akkor a szútrák elmagyarázzák szépen, logikusan, struktúráltan, hogy milyen úton érdemes haladni, mely út vezet ki a szenvedésbe, és mely út vezet tovább befelé a szenvedésbe, és a fogadalmak helyes használata az, ami különbséget tesz a kettő között. Viszont ennek a jelentőségét csak tiszta tudattal láthatjuk meg. És ez a tiszta tudat még a verbalitást is meg kell, hogy haladja. És ekkor a szútrákból tovább lépünk az úgynevezett intuitív praxis felé, a koan praxis felé, amely az ennek a sajátja, amely nélkül a fogalmiságot nem tudnánk meghaladni. És egy újabb paradox, ha nem tanulunk meg beszélni, akkor nem tudunk tanulni, kommunikálni és embernek lenni sem, de ha ragaszkodunk a beszédhez, beleragadunk a szenvedés birodalmába és a fogalmakkal való azonosulásba. Tehát a név és a forma, az érzékszervi hatások, a duális tapasztalatok, ezek mind az életünk részei. Miért? Mert úgy döntöttünk, hogy felvesszük ezt a testet, emberi testbe erre a földre születünk. Tudván, hogy a jegy túloldalán ott van az, hogy ha megszülettél, akkor meg is fogsz halni. Ha felvetted ezt a testet, meg is fogsz tőle válni. Ha boldog akarsz lenni, akkor leszel boldogtalan is. Ha szomorú vagy, leszel vidám is. De ezeket a hullámvasutazásokat nem lehet kikerülni, mert szervesen az emberi élethez tartoznak ezen a földön, ebben a testben, ilyen lélektípussal, amit emberinek mondunk. Mi hát a megoldás? A megoldást egy hasonlattal szeretném érzékeltetni. Idefelé, ahogy jössz, nagyon sok kastélyt láthatsz, attól függ, hogy melyik úton jössz Veszprémbe. És képzelj el egy olyan kastélytermet, ahol van egy roskadásig megterített terülyi asztalkám, fantasztikus herendi porcelán készlettel rajta, mindenmi szemszájnak ingere, étel és ital rajta van, de az evőeszközök jóval nagyobbak, mint amihez szoktál. Rá van kötözve az embereknek az alsó karjára. És hiába próbálod magadba gyömöszölni a sok-sok finomságra, egyszerűen nem megy, mert ez a hosszú evőeszköz, meg ez az egész kötelék, ez így alkalmatlan erre. És az emberek szétverik az ételt, felborogatják az italt, hatalmas káosz van, mindenki ordít, és egyszerűen nem tudják megoldani a helyzetet. Míg nem egyszer valaki felébred, és azt mondja, hogy üljetek már le, nyugi, megmutatom. És akkor fogja, és a másik embert etetve, táplálva megoldja a problémát. És hirtelen az emberek rájönnek, hogy talán így mégiscsak más. És ekkor elkezdik egymást táplálni, egymást segíteni, ugyanazzal az étellel és ugyanazzal az itallal, csak teljesen más hozzáállással. És ekkor elkezd megoldódni az addig megoldhatatlannak látszó probléma, hogy ameddig te csak saját magad akarsz boldog lenni, addig a boldogság helyett elszigeteltséget kapsz. Amíg csak saját magadat akarod szeretni és szerettetni, abból legjobb esetben narcizmus lesz, rosszabb esetben egyéb mániák. És kiderül, hogy ha kinyitod a személyiségedet, és az egoitás falával nem zárod le, akkor nem csak társasabb leszel, nem csak kevésbé leszel magányos,
hanem bizony, hogyha ezt az érzékszervi tapasztalatok meghaladásáig elviszed, elérheted a teljes egyévválás tapasztalatát. Csak nem ott keressük az utat, ahol az van. Nem ott keressük a boldogságot, ahol az van. És ezért pontosan az ellenkezőjét találjuk. Akadályokba ütközünk, szenvedést tapasztalunk, és egymást okoljuk ezért, hogy a te hibád. Mert te ilyen vagy. Te meg olyan vagy. És ezért én rosszul érzem magam. Ezért én szenvedek. És hogyha megnézed, ha ezektől a projekcióktól meg akarunk szabadulni, akkor befelé kell nézni. Tehát befelé megkérdezni, hogy mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel. Mi ez? És ekkor eljutunk egy olyasféle önvaló tapasztalathoz, nem könnyen, nem gyorsan, de stabilan, amely mentes az önképektől, mentes az illúzióktól. És ez az a tiszta alap, amelyről kiindulva az életet helyesen élhetjük, másokkal helyes kapcsolatot építhetünk ki, hirtelen értelme lesz az egésznek, mert a felébredett tudat az kifogyhatatlan, megoszthatatlan, mert mindenkié. És ekkor az élet egy teljesen más dimenziója nyílik ki, lehet ezt sokféleképpen nevezni, lehet transzcendens szemléletnek, spirituális útnak. Jobban szeretem a felébredett, tiszta tudat fontosságának hívni ezt, mert hirtelen átrendeződik a saját fontossági sorrended. Átrendeződik az a belső prioritás, amely szerint választasz embert, dolgot, tevékenységet, pihenést, lakhelyet, utat, bármit. Tehát mi az, ami egyaránt szolgálja mások és magam érdekeit? Mi az, ami egyaránt előnyös minden emberi lénynek és ennek a természetnek egyaránt? És kiderül, hogy az alap az a felébredett tudat. A tiszta tudat az nem cél, hanem eszköz. És mihelyt ezt az eszközt elsajátítottuk, magasabb szintű célokat tudunk elérni. Például az egyéni, a páros, a családi és a csoportos karma megtisztítását. Tehát nézd meg, hogy a szenvedést vagy a boldogságot hányféle környezetben tapasztaljuk. Tapasztalhatod a saját családi otthonodban. Ez a családi karma. Tehát hazamész, és persze tudjuk, hogy vacsorázni fogunk este, de hogy ki milyen hangulatban lesz, azt nem tudjuk. És azt a családot mindig valahogy menedzselni kell. Szeretet, energia kell. Anyagi ráfordítás kell, mert hogyha nem, akkor elkezd az egész így szétesni. Elkezdenek az emberek elszigetelődni. Elkezdjük rosszul érezni magunkat egymás társaságában úgy, hogy már leéltünk 20 évet, és még legalább ugyanannyi hátra is van. Tehát a családi karmának a megoldása az tiszta tudat nélkül nem megy. Ugyanez a párkapcsolatnál, ahol ugye még nincs gyermek, de valamilyen szintű együttélés, egymásra utaltság már van. És a másik kettő az egyéni és a csoportos. Nézd meg, hogy egyénként mi mindenre vagy képes. És mi az, amire nem vagy képes? És amire egyénként képes vagy, azt csináld meg. Kelj föl minden reggel, és valamit gyakorolj, valamit belül tisztíts magadon. És utána nézd meg, hogy a páros, család és csoportkarmát hogy alakul. Legyen az a csoportkarma a saját munkahelyed, a városod, a falvad, ahol élsz, vagy az a társadalom, amelynek tagja vagy. Úgyhogy a recept rendkívül egyszerű. Amennyi munkát elvégzel magadon, pontosan annyiban változik a karmád. Amennyi munkát nem végeztél el magadon, pontosan annyiban okolod a végzetedet, a sorsodat, a környezetedet és egyebeket azért, mert olyan vagy, amilyen. És a Buddha tanítása rendkívül egyszerű. Minden karma, tehát minden, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, érzel, mondasz és cselekszel, minden karma múlandó, tökéletlen vagy befejezetlen, és függő. Nincs elszigetelve, nincs önálló léte, nincs tökéletessége, befejezettsége, és nincs maradandósága. Ez az élet három alapjegye.
Most amikor erre rájön az ember, és a tükör előtt megpróbálja másképp látni, és nem megy, akkor nincs más hátra, mint egy olyasféle út elvállalás, hogy ez a három jegye az életnek neked dolgozzon. És itt megint csak van egy az előző hasonlathoz hasonló szemléletváltás, ez pedig a karmád és te. Tehát amellett, hogy teljes szabadsággal és felelősséggel termeled a karmádat, és ha okos vagy, néha el is törlöd, olyannyira nem vagy vele azonos. A karmával való azonosulás, felszámolása az a kulcs a szellemi felnövekvéshez, és a szabadság és felelősség egyidejű gyakorlásához. Amíg azonosulsz bármiféle abszolút értékű jó vagy rossz szemléletével, addig ez nem megy. Addig gyermekekként és alárendelt személyekként várunk valamire az abszolúttól, a projektált ideák összességétől, hogy majd valami történik, majd valahogy jobb lesz. Nem lesz. Az lesz, amit mi csinálunk együtt, mint emberek. Amit mi mondunk, teszünk, érzünk, gondolunk, ez lesz. Ilyen szinten van 7,5 milliárd társunk. De ugyanilyen módon rendkívül egyedül vagyunk ebben az inkarnált világban, mert ugyan kérhetünk stratégiai egyeztetést a delfinektől, de a mai napig nem tudtunk kommunikálni velük érdemben. Úgy, hogy meg is értsük, amit ők ultrahangon elmondanak nekünk. Tehát nincs más intelligens faj, hozzánk hasonló, akivel ezt megbeszélhetnénk. És mennyivel jobb lenne, hogyha egy eltérő nézőpontú, de reflexióra hasonló módon képes, nyitott homlokcsakrájú társasági még így velünk lenne, aki nem homo sapiens lenne, és egy teljesen más módon létezne ugyanezen a bolygón, és meg tudnánk velük beszélni, hogy ti hogy láttok minket? És akkor az esetleges 5-6 szemű és 8-10 végtagú lény azt mondja, te ne is kérdezzél tőlem ilyeneket. Tehát nagyon fontos lenne az a fajta reflexió, amely tényleg úgy tűnik, hogy csak belülről, saját magunktól érkezhet meg, egymástól érkezhet meg, és gyakorlatunk függvényében lesz a tudatunk tükröző ereje tiszta. Tehát annyit vágunk egymás fejéhez, olyan jól tudjuk a mások hibáit, ebből derül ki, hogy semmit nem haladtál. Tehát amikor belül valami letisztul, elcsendesül, megbékél, akkor eredeti tudatunk tiszta, tükörszerű, térszerű természete megnyilvánul. Megnyilvánul úgy, hogy nem jelenik meg, és nem tűnik el. És akkor elkezdünk végre minőségi módon élni, ez a minőség minden más minőségnek az alapja. Úgyhogy ha ebben tudok segíteni bárkinek, ebben az útban és gyakorlatban, akkor tisztelettel várom a hallgatóság kérdését. Mert egyfajta ellentmondásra szeretnék rákérdezni, hogy amikor én önmagamban, tehát magammal foglalkozok és befelé figyelek, és magamat próbálom rendbe tenni, akkor is egy picit én az énemmel foglalkozok, és egy picit, mintha az is egy a külvilág számára egy önző dolog lenne. Ezt megpróbáltad már? Persze. És mi lett az eredmény? Hát az, hogy nehéz a világban így létezni, hiszen... Valami mást próbáltál. A világban könnyen próbáltál létezni, és ezért nem ment. Tehát, hogyha az énre rákérdezel belül, akkor csak karmát találsz. És amikor kiderül, hogy igazi önvalód ezzel a karmával nem azonos, akkor úgy látszik, hogy kudarcot vallottál, mert nem találtad meg ezt az ént. Ez a siker. Tehát ekkor látsz tisztán, hallasz tisztán, gondolkodsz, érzel, beszélsz és cselekszel tisztán. Bodhidharmának nagyon kevés tanítványa volt. 5 tanítványa volt. Összesen ebből egy kapta meg a tant, Hui Ko. Ő lett az első kínai pátriárka. Hát Hui Ko vitéz volt, elég komoly harcos, és mint a katonák egy része, nem házasodott meg az aktív hadviselés után, hanem kolostorba vonult. Viszont az álmai még mindig kísértették, mint katona rengeteg embert ölt meg. És mindig látta a vért a kezén. És nem tudott mit kezdeni vele, lidérces álmok, felriad, borzasztó. És tudta, hogy Bodhidharma ott ül a barlangban, mert már 9. éve ott ült Shaolin fölött, és egész Kínában már híre ment. És Hui Ko oda ment a hóban, és leborult 3-szor, és így várta a tanítást.
Botidara meg az azt megelőző 9 évben sem mozdult meg, és akkor sem. Csak egyszer csak Újkó látta, hogy itt nincs mese, kivette a kését, és levágta a fegyverhordó kezét. Na, erre Botidara megfordult. És megkérdezte. Áldozatod mutatja eltökéltségedet. Miért könyörögsz? Erre Újkó azt mondja, mester, békétlen a tudatom. Kérlek, békítsd meg énemet. Erre Botidara azt mondta, hozd ide az énedet, hogy megbékíthessem. Mester, nem találom, mondta Újkó. Akkor már meg is békítettem, mondta Botidara. A mai napig, a Mahajána összes iskolájában, amikor fogadalmat tesz az ember, akkor egy apró kis égetést kap a bal karjára, ide, egy füstölővel, nem többet, de a nyoma megmarad. És ez az emlékezés Újkónak erre az elképesztően kétségbeesett és teljes önfeláldozást mutató gesztusára, mert a tant ennyire akarta a megszabadulást, ennyire nem akarta a lidérces álmok és az emlékek között élni. És abban a pillanatban, amikor ez a szándék megkapta a választ és a megfelelő tanítást, a szilárd én és fix egoitás hiányának az élménye teljesen eltöltötte. És megszabadult. Különben nem lett volna ő az első kínai pátriárka, 28 generáció után Sákjamunit követve. Azt szeretném hozzátenni, hogy tanítványainkat mostanában nem lelkesítjük ilyen mértékű áldozathozatalra. Más típusú önfeláldozásra sarkaljuk őket, például a saját önképük feláldozását az igazság oltárán. A sokkal jobb. Egyrészt azért, mert az összes végtagod megmaradt fizikailag, de az önképed az eltűnik. Az önképmentes, tiszta önvaló oltára az ezzel a kérdéssel kezdődik, hogy mi vagyok, vagy mi ez. Azért mi, és nem ki, mert a ki az már egy termék, az már egy személyiség, az már egy önkép. Az már olyan, mint amikor a pékségben meglátod a buktát, a szerelmes levelet, a pogácsát, a pizzát, a szendvicset, a satöbbit, de nekünk a keltészta kell, sőt, nekünk a liszt kell, sőt, nekünk az a gabona kell, ahonnan az jött. Az a nyersanyag, az a lényeg. És ekkor, hogyha ezt keresed, akkor eljutsz a nem tudható tapasztalatához, a tudatnak egy olyan állapotában, ahol nincs fogalmi gondolkodás, de mégis 100%-osan jelen vagy. És tisztán látsz, tisztán hallasz, sőt, tisztán látod a gondolataidat és az érzelmeidet is. És ez lesz az, amit egyébként eddig úgy kereste, hogy magaddal foglalkozol, de nézd meg, egy darab osztatlan és oszthatatlan önvalónk van. Ez nem tud önmagával foglalkozni, mert az már nem az, hanem egy legyártott kép. És ez a kép ez nem azonos az eredetivel. Most ebben a kozmikus pékségben az a jó hír, hogyha te a Vajlingba visszadobod a péksüteményt, az vissza tud alakulni keltésztává. Itt nem. Itt meg kell lenni. És sokkal nagyobb kört jár be az a kis gabona, ugye, amíg újra a friss kezdő állapotba kerül, hogy újra lehet belőle sütni. A karmád nem ilyen. Tehát a felső három csakra összes energia és tudattartalmát vissza lehet vezetni a tantiembe. Ez az, amikor a csia megfelelő irányban szépen lefelé folyik, és amikor meditálsz, akkor a meditáció élménye rendkívül egyszerű és tiszta. Semmiféle különleges, spektakulális, elvont, nem e világ nincs benne. Csak az illúzióidat vesztheted el, semmi mást. Így a hullámvasút is megszűnik akkor. Nem, műemlék lesz belőle, most elmész a régi Vidámparkba, műemlék lesz, nem szűnik meg, de nincsen az a már hullámvasutazás rajta, amikor nem az volt a dolog, hogy sikolt melletted még 28 ember, hanem az, hogy érzed, hogy a deszka szerkezet így megdől alattad. Na, az volt az igazi. Amikor lementél, és érezted, hogy az egész így szépen inog oda, és inog vissza. Na, az volt a hullámvasút, na, ilyet máshol a világon nem találsz. Egyéb iránt a hullámvasutazás megszűnik, de ez nem azt jelenti, hogy ilyen flatliner módjára minden érzésed vagy gondolatod csak egy frekvenciára áll be. Tehát képzeld el azt az állapotot, amikor a tudat egyszerre mozog és nem mozog. Egyszerre lát
és egyszerre tapasztalja a dualitásokat. És ez csak nem érinti meg, megérinti, tehát látja a hullámosokat. Nagyon jó, megérinti, nem. De nem azonosul vele. Uh-huh. És ugyanez van a csapásoknál is, amit csapásként kap az ember, a szeretei a csapásoknál is, és a simogatásoknál is. Ja, a simogatás tehát nehezebb. De akkor a kettő együtt kell érteni, a simogatást és a csapást is. Igen, mert hogyha... Tehát nem élvezni a simogatást és a buktát. De élvezd a simogatást, és legyen szomorú a csapáson. Ez így korrekt, de ne azonosulj egyikkel sem. Uh-huh. A világos világos, a sötét sötét. De igaz természetedben nincs világos, és nincs sötét. De ez az egyetlen, ami tisztán látja, hogy mi a világos és mi a sötét. Ez nehéz. Már létrehoztál egy hullámvasutat, ne szállj föl rá. Nem. Okay. Csak tedd, szívesen. Egyéb kérdés? Nekem az lenne a kérdésem, hogy a passzív jelenlét az, hogy lesz aktív gondolkodó jelenlét. Éhes leszel és szomjas, és ekkor aktivizálod magadat. Igen, ezt értem. Inkább arra gondolok, hogy amikor az emberben megjelennek a gondolatok, akkor hogy nem veszti el a jelenlétét? Úgyhogy nem követi. Követed a gondolatodat, pontosan oda mész, ahova a gondolataid tartanak. Ha ragaszkodsz hozzájuk, akkor megzavarodsz. Ha azonosulsz velük, akkor a rabjukká válsz. És ez az emberben az egyik legparadoxabb dolog, teremt valamit, és utána a rabja lesz a saját teremtésének, és elfelejti, hogy mindezt ő csinálta. Tehát ne feledd, hogy ebben a pillanatban, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, gondolsz, érzel, mondasz és cselekszel. Teljesen a te felelősséged. Ugyanúgy, ahogy a csoki gyár teljes felelősséggel termeli a különböző csomagolású és összetételű csokoládét. De nem azonos vele. Csak ott készül. Tehát Avatamsaka Sutra. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. De mivel nem ismerjük ezt az eredeti tudatot, ezért nagyon kevéssé vagyunk beljebb. Tehát ezért kell gyakorolni, ezért kell valahol tapasztalatot szerezni az ismeretszerzés után, hogy végre tapasztaljuk a csoki gyárat, és meg tudjuk különböztetni a csokitól. Lássuk a karmánkat, amit teremtettünk, de végre a tükörről töröljük le a foltokat, olvasszuk le a rárakodott rétegeket, és ekkor tapasztaljuk igazi önvalónkat. Köszönöm szépen. Szíves. Egyéb kérdés? Saját gyakorlatommal kapcsolatban szeretnélek kérdezni. Én a leborulásokat mantrázással együtt végzem. Ez belülről jött, ez a késztetés, és úgy gondoltam, hogy ez elég feladat az elmémnek ahhoz, hogy kiüsse a gondolataimat, és megszűnjenek. Viszont eközben is arra lettem figyelmes, hogy folyton-folyton jönnek gondolatok. A kérdésem az lenne, hogy mit rontottam el, illetve hogy mi a javítás. Humán vagy, ezt rontottad el. Tehát ne gondold azt, hogy a homloklemenyen minden egyes sejtjét le fogja foglalni az a mantra. Te olyan mértékben megtanulsz paralel módon gondolkodni, hogy több csatornás tévé legyen a talpán, amelyik olyat tud. Tehát világos, hogy a mantrához vissza kell tudni térni, és ne lepődj meg, hogyha beindul a határidőnapló, a mozi, a fényképalbum, a chat program, ezeket mind tudjuk belül. Azért is tettük kívülre, azért is tudtuk externalizálni eszközökbe, mert az elme erre mind képes. Halálmegvető bátorsággal visszajössz a mantrához, a lélegzethez és a mozdulathoz, és kész, és ezzel szokást honosítasz meg, hogy nyugodtan megjelenhet a zaj, de nem követed, és maradsz a jelnél. Maradsz a jelenben. Nem esel szét a múltba, jelenbe és jövőbe. És innentől kezdve a mantra praxis tényleg megváltó erejű, mert a lélegzettel és a testmozgással együtt teljes értékű jelenlétet tudsz megvalósítani. A tudat teljesen tág és tiszta marad és szilárd. Ebben a tükörben tényleg az összes gondolatodat, érzelmedet és egyebedet látni tudod, el tudod viselni, és előbb-utóbb másokét is.
Ha a sajátodat nem tudod elviselni, akkor másokét se fogod. Köszönöm szépen. További gyakorlat ugyanebben az irányban. Ránézek a homlokodra, és semmi probléma, tehát nincsenek ilyen horpadások rajta. Így tovább, tessék. Egyéb kérdés, bárkit a... Honnan tudom, vagy érzem az önvalót? Tehát... Visszamosolyog rád az univerzum. Ekkor. Ne ellenőrizd, mert ha ellenőrizd, akkor már kettő lesz. Aha. Én ellenőrzöm osztatlan önmagamat. Köszönjük szépen, vége. Megszűnt, meghalt. Ne ellenőrizd, láss tisztán, hajj tisztán, érezd, beszélj, gondolkodj, cselekedj tisztán. És amikor visszamosolyog rád az univerzum, akkor az ott van. Hogyha valaki segítséget kér tőlünk, akkor ha véleményt nyilvánítok, azzal sértődést, illetve másfajta nézőpontot, egy ellentétet váltok ki a másikból. Ezek szerint csak kérdezni szabad, ha valaki segítséget kér? Nem, vannak rosszabb vélemények annál, hogy ugye sértődést váltson ki. Amikor pozitív és valótlan önképet építesz a másikban, attól nem sértődik meg, azt magára veszi és elhiszi. Ez nagyobb veszély, mint hogyha kimondanád a számodra igaz, de számára elviselhetetlen dolgot. Igen. A láttatás és a véleményalkotás nem ugyanaz. De akkor hogyan láttatom? Nem akarok hazudni se, hogy minden csodálatos és úgy jó, ahogy van, de az igazat sem mondhatom meg, mert ellenállás váltok ki. Nem mondd az igazat, tedd az igazat. Uh-huh. Mutassam, csak ne, nem mutassam. Ne, az más. Uh-huh. Tehát igen, jó az a kiindulás, hogy a kérdéssel kellene indítani, hogy miben segíthetek. Uh-huh. Szükséged van esetleg erre, vagy arra, vagy amarra. És az emberek előbb-utóbb megnyílnak. Tehát csak egy darabig tudunk hazudni magunknak, csak egy darabig tudunk egófalat emelni, nem jó mögötte. Nem ezért vagyunk itt. De nem lehet annak segíteni, aki visszautasítja. És ilyenkor megvárod, amíg gyönyörűséges koreográfiával a falba veri a saját fejét, de addigra te a kötszeres tárcával ott állsz. Uh-huh. És te leszel az első, akit megpillant, véres felébredettségének első pillanatában, és te leszel az, akitől el fogja fogadni. Tehát nem lehet kéretlenül segíteni, és ezért mondják azt, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Neked ne legyen semmilyen szándékod, csak legyen egy nyitottságod arra, hogy amikor valaki segítséget kér, akkor tudj neki adni. Mindig az összes szülői magyarázat azzal kezdődik, hogy kisfiam, kislányom, én csak jót akartam neked. Köszönöm anyuka, köszönöm apuka, most veszem a hátizsákomat és megyek. Mert jót akartál, és nem tudom elviselni. Szerbusztok. Tehát vigyázzunk a jó és a rossz képzetével, vigyázzunk azzal a véleménnyel, hogy szerintünk a másiknak mi kell, azzal a fixa ideával, hogy milyen segítséget kell adnunk, ehelyett tényleg lássuk meg, hogy a másikban mi van, mivel küzd, mire van szüksége. És a kérdés nyit, a definíció zár, a dogma börtönbe ver. Egyéb kérdés? Családban, ha van egy gyakorló, mint én ugye, más viszont abszolút nem ezen az úton jár. Ezt biztos tapasztaltátok már a közösségetekben, hogy ezt hogyan lehet így kezelni, ezt a dolgot. Te gyakorolsz, és nem várod el, hogy a többi gyakoroljon, és közben egy teljesen normális családi életet éltek, nincs győzködés, nincs ráhatás. Te megtalálod a magad idejét, hogy reggel, este ezt hogyan csinálod, a többiek ezt megértik, hogy most 30 percig ne zavarjanak téged, 40-ig se, sőt egy órán át se, és akkor te egy jobb minőségű feleség, anya, családanya, stb. Stb. Leszel. Ha ezt megértik, hogy neked erre az időre szükséged van, akkor jó, ha nem értik, akkor oda kell őket vezetni a család járművéhez, és megkérdezni, hogy ugye néha ezt is szervizbe kell vinni. És akkor azt mondják, hogy igen, mama, hát akkor engem is, én saját magamat viszem szervizbe naponta. Uh-huh. És ekkor kialakul egy normális együttélés, mert látják, hogy valójában nincs baj abból, hogy nem értik, hogy mit csinálsz. Te elmondod, ha ők érdeklődnek. De igazából az ember a saját maga által termelt karma
tükrében mutatkozik meg. Magyarul, hogy mit mondasz másoknak, mit éreztetsz másokkal, hogyan gondolkodtok együtt, hogyan cselekedtek együtt. És hogyha a családnak a minősége javul, több időt töltötök együtt harmonikusan, együtt étkeztek, együtt dolgoztok, együtt vakációztok, együtt dolgoztok, stb. Ez rengeteget mutat abból, hogy milyen minőségű tudatok vannak együtt. És itt minden gyakorló tudja, hogyha egy valaki elkezdi fölfelé húzni a saját karmát, mindenki, aki kötődik hozzá, az is megy fölfelé. Az is a szenvedéstől ugye kezd megszabadulni. Na most ekkor kell vigyázni, mert a nagyon-nagyon berögződött önsorsontó tendenciák néha visszarántják az egészet. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy például valaki az eddigi kedvteléséből legyárt egy szenvedélybetegséget csak azért, hogy neki legyen igaza. És ez az egész család atmoszféráját, sőt a gyakorlónak az erőfeszítését is teljesen haza tudja vágni. Az életből a halálba való átmenetén nagyon fontos a tiszta tudat. Így van. És mi van akkor, ha valaki demens vagy demencia? Akkor ez hogy működik? Le fog választódni a halál folyamatában erről a nem működő intellektusról. Tehát ahogy a testhez való kötöttség lazul, úgy a lélek egyre kevésbé kötődik a különböző funkciókhoz, legyen az agy, vagy szív, vagy egyéb. Én is elkísértem egy demenset ezen az utolsó pár órán, és úgy éreztem, hogy nem demens, tehát hogy hiába mondták a életét. Az agy a demens, nem ő. Igen, de hogy láttam rajta, hogy hát szabadul szépen meg, ahogy a testből száll kifelé. Igen, csak ez ilyen ellentmondás volt, ugye, amit az orvos mondott, meg amit... Hát nézd meg, milyen ellentmondás az, hogy a testnek mire van szüksége, és a léleknek mire van szüksége. A test hogy működik, és a lélek hogy működik. A test az úgy működik, hogy az öt elemből összeállított kajcsi-majcsi naponta legalább kétszer, de inkább háromszor érje el itt ezt a gyomorterületet a különböző érzékszerveken keresztül. A testnek ez a jó. A léleknek meg nagyon nem. A lélek az az öröklét tüzében akar égni, és a tökéletesség fényében tetszelegni, úgy, hogy ebbe a múlandó és tökéletlen és függő testbe beleszületett. Hát azért mondom, hogy nézzünk szembe az ellentmondásainkkal, mert ez egy sokkal teljesebb kép, mint hogyha a logika eszközeivel, vagy a vágy eszközeivel szépen lesarabolom a valóságot, és csak a hamupipőke nővéreinek módjára csak azt veszem észre, amit szeretnék. Úgyhogy tele vagyunk paradoxonokkal és ellentmondással, és ez rendben is van. Ugyanis a paradoxonok pólusai között feszül az akarat. Ettől megyünk előre. A megoldatlanságaink visznek valamerre. A vágyaink repítenek, a dühünk szétéget. Tehát innentől kezdve, hogy az ellentmondásainkat tudomásul vettük, megint csak paradox módon nagyobb szabadságot élünk át, mint hogyha megjósolhatóan, logikusan, szépen, jól fésülten, ugye, szeretnénk létezni. Nem megy. Nem megy. Nézd magadba, egy hatalmas megoldatlanság gyűjteményt találsz, rengeteg polaritással, és a polaritások között feszülő energia az, ami az akarat erődet adja. A halál pillanatában egy tiszta tudatú ember is ragaszkodik még a testhez és az élethez? Vagy már nem annyira? Vagy... Most, ebben a pillanatban ragaszkodsz a testhez és az élethez? Persze. Helyes. Mert élsz. Igen. Láttál már haldoklót? Nem. Biztos? Tessék gyorsan bepótolni. Nagyon-nagyon világos folyamat az, amikor a lélek elkezd kiszállni a testbe. És választódik le szépen az érzékszervekről. És megmutatkozik egy darabig, ahogy az eltűnő hajó megmutatja a hullámokat a tengeren, abban a valóságban, amely a testtől független. Ezt egy ideig látod, és tudatod tisztaságának mértékében, és a közös karma függvényében lehet egy darabig érzékelni. Tehát látod, hogy a lélek hová megy, főleg, hogyha nagyon közel áll hozzád, és a saját érzelmi reakcióidat tudod semlegesíteni, nem a saját veszteségeddel vagy elfoglalva, hanem tényleg a távozott lelket látod, követed ugye a tudatosságoddal, és megpróbálod segíteni az úton. Na, ez a felnőtt viselkedés.
utána legyen meg a gyász folyamat, nincsen azzal semmi baj. De azzal nem segítesz, hogy teljesen érzelmileg, egzisztenciálisan és gondolatilag szétütöd magadat azért, mert egy lélek kapcsolat megszűnik. Egy, nem szűnik meg. Kettő, visszafordíthatatlan akármit csinálsz, mert inkarnáció befejeződött, testből kiszáll viszontlátása. És nézzük azt, hogy a miben segíthetek kérdés, az a Bardo négy állapotában ugyanolyan fontos. Tehát nézd meg, hogy a haldoklás valójában micsoda. És ekkor fölmerül az az út, amelyen segíteni tudsz a másiknak. Egy személyes történetet osztok meg veled, egy olyan professzor, aki mélységes katolikus műveltséggel rendelkezett, de korábbi buddhista karmája miatt a kedvesével rengeteg buddhista templomba ment el. De ő nem gyakorló buddhista, ez fontos a történet szempontjából. A kedvese sajnos rákbetegségben szenvedett, nagyon-nagyon kevés ideje volt hátra. És pont akkor Meng professzornak a kis dolgozó szobájában voltam, és megkérdezte, hogy felmennék-e vele a haldoklóhoz. És mondom, hogy természetesen. És az ember fölmegy és felkészül ilyen nagyon-nagyon szívhez szóló és szívszorító látványra. Ehelyett találtál egy olyasféle elrendezést a szobában, hogy három enyhén könnyező, már gyászoló rokon, és az ágyban egy csontás soványodott, teljesen fényes arcú, megszentült valaki. Aki közben mondja, hogy az ágyának a négy sarkánál áll a négy mennyei király, és hogy látja a bódhiszatvákat, és megnézed, és olyan földön túli tisztasággal, nagyon halkan mondta ezeket, és nagyon lassan. És már napok óta nem vett magához ételt, italt is nagyon nehezen, és ott ültem mellette, és érezte a jelenlétemet, tudtunk kommunikálni, és a három rokon ezt észrevette, és elkezdtek tényleg azzal a pillanattal foglalkozni, amely ott megnyilatkozott, és nem csak a saját társadalmi sztereotípiáikat ismételték, és végre lélekben kapcsolódtak az éppen távozni készülőtől, aki másnapra el is ment. De amikor a lélek elkezd leszakadni a testről, akkor egy olyan valóság mutatkozik meg, amelyet a puszta testhez és érzékszervhez kötött állapotban nem látunk. És ezért van óriási jelentősége a helyes transzcendens gyakorlatnak, hogy ezt a kaput azelőtt nyissuk ki, hogy a testből ki kelljen mennünk. Ekkor szűnik meg a halálfélelem. Ekkor tudunk segíteni másoknak. És ekkor tudunk mi is segítséget elfogadni, ha szükségünk van rá. Jó? Jó. Köszönöm. Szívesen. Betegségek nagy részét úgy gondolom, meg gondolom mások is, hogy tehát mi magunk állítjuk elő ebben az életben, de ugye lehetnek karmikus betegségek előző életből. Hogy azok meggyógyíthatók ebben az életben, vagy az a feladata annak az embernek, hogy ezzel a betegséggel éljen, vagy megélje, és esetleg így tud tovább jutni egy másik szintre. Szerencsére nincs abszolút értékű karma. Tehát nincs eldöntve, hogy ebben az életben neked mennyi és milyen szintű betegségeket kell megtapasztalni. Egy pár apróság, minden betegség karmikus, csak nem mindegy, hogy az előző életből vagy a mostaniból származik. A mostanit azt jobban észre lehet venni. Az előző életbeli okok néha nagyon durván és nagyon követhetetlenül érvényesülnek, főleg mondjuk a születés folyamatában, a születés utáni első évben, születés utáni első három évben, ezek szinte védhetetlenek, de gyógyíthatók. Tehát nem lehet úgy megóvni, mint amikor felnőttként te érzed, hogy huha, ha tovább ilyen érzelmeket táplálok, akkor beteg leszek. Vagy ha tovább így gondolkodom, akkor beteg leszek. Minden betegség karma függvénye, az egyetlen egy esély, hogy ezektől a karmikus okoktól te megszabadulsz. És a kulcs itt a nem azonosulás mozzanata. Tehát akármilyen terápia legyen, az lelki vagy testi, csak a tüneteket fogja bizonyos mélységig csökkenteni. Jó terápia nagy mélységben csökkenti, jó ideig elveszi ezeket a tüneteket. Helytelen terápia vagy hatástalan, vagy csak rövid ideig hatásos. Alapok.
Nagyon szeretünk most energiával gyógyászkodni, és minden tiszteletem azoké, akik ezen az úton sikert érnek el, de egyet tudjunk, az energia és az információ az egy ugyanazon dolog két oldala. Tehát ha te a lélekben legyártod a betegség okát újra, akkor az újra ki fog törni. Tehát finom energetikával lehet a tüneteket csökkenteni nagyon sokszor és nagyon sokáig, de ha a gyökérok, a tudat szennyeződése, szanszkritul klésa, megmarad a lélekben, akkor ugyanúgy szomatizálni fogom, ugyanúgy leviszem testre, mert még mindig megvan az az azonosulás, amelyből fakadóan legyártom a betegséget újra, nagyszerű tudattalan képességeinket felhasználva. De tudatosan senki nem csinálná ezt. De a tudattalatunk, amely egyébként működő személyiségünknek úgy nagyjából a 95%-a, az elképesztően erős. És elképesztő, milyen önbüntetésekre vagy más büntetésekre vagyunk képesek, mondjuk betegségek legyártásával. Ha a tudat tiszta, akkor előbb-utóbb megszabadul azoktól a karmáktól, amelyek a betegségek okozói. És az első és utolsó mozzanat itt a nem azonosulás, amely csak is a tiszta, tükörszerű, nem keletkező, nem múló tudatból következhetnek. Mert más minden keletkezett, függő, tökéletlen, mulandó, tehát érzékszervi, tehát látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Ha ez érdekel, hogy ez hogy működik, a pszichoszomatikus folyamatnak sehol nem láttam jobb reprezentációt, mint a létezés 12 rétű láncolata. Tehát nézd meg, hogy amikor arról van szó, hogy ez az egész szamszárikus lét hogyan keletkezik, akkor azt látod, hogy a legelső a 12-ből angolul ignorance, nem látás, magyarul, és avidyá, szanszkritul. És amikor ez a látó, ez az egységtudat megtörik, ugye, édenkertből akkor ki vagyunk rúgva, és akkor elkezdődnek a különböző tudatformák, jelenségek és a többi. Csak a jelenségekkel való azonosulás, a lélekbe választódása az egészről, a születés és halál elkezdődése, utána kb. Az ötödik, hatodiknál van testben, és akkor szépen, ahogy a tapasztalatokat egyre jobban elhiszi, ahogy a duális világgal egyre jobban azonosul, egyre jobban abszolút értékűnek látja az életet és a halált, és egyre jobban elveszti a hatalmát fölötte. És hogyha ezt visszafele fordítod, akkor ki lehet ebből jönni, csak számoljuk föl az avidját, a nem látást, számoljuk föl a téves nézeteket, azokat a szanszkárákat, amelyek a tudatot bemozdítják, és különböző vágytárgyakká dobják szét, és a többi. Tessék elolvasni. Tehát a létezés 12 rétű láncolata, Pratitya Szamutpáda eredeti fogalmazásban, az olyan gyönyörű, struktúrált vezérfonal, komolyan, mint Ariadné, amit Tészeusz megkap, hogy a Minotaurusztól úgy megszabaduljon. Úgyhogy ez a fajta éber és világos közelítés, az nem fog másban okot keresni. Magunkat sem ruházzuk föl semmilyen bűntudattal, mert felesleges. Amíg te bűnösnek látod magadat, addig nem vagy egészséges. Az okozatiság látása és a bűntudat felszámolása, a megkülönböztető bölcsesség aktiválása és az ítéletalkotás megszüntetése, na ezek, édes testvérek, így, ahogy hallod. Jó? Köszönöm a kérdést. Köszönöm. Ugye többféle spirituális út van. És mindenkinek el kell dönteni, mert nem vagyunk egyformák, hogy melyik út kinek a megfelelő, hogy ez mennyi idő után derül ki. Tehát például valaki lehet gyakorol évekig valahol, és nem azt mondom, hogy nem jut előrébb, de valahogy ő, ha nem érez rá, vagy... Tehát így külsőleg nem mondja neki senki, hogy ez nem a te utat, keres egy másikat, de... hogy mi a módja ennek, tehát hogy tudja megtalálni. Egyes szám harmadik szemét vélek fölfedezni a kérdésedben. Ez az elvont egyes szám harmadik személy nincs itt. Ezért nem tudunk vele foglalkozni. Lehet, hogy ezt az elvont szemét kiiktatjuk innen, és a saját kérdésedet fölteszed? És akkor egyes szám első személyű lesz? Igazából én úgy tisztában vagyok magammal, úgy gondolom.
akkor rendben, hát egy kis akkor minden rendben van. Igen, igazából, igaz, most miközben van máshoz, ebben van valami. Ugye? Ne okoskodjon. Ha úgy látod, hogy probléma van azzal az absztrakt egyes szám harmadik személyűvel, javasolj neki közvetlen tapasztalati utat. Mindig a saját tapasztalatunk győz meg, semmi más. Azt szeretném megkérdezni, hogy jelenleg nagyon sok lehetőség van elektronikus és nyomtatott úton mindenféle olyan irodalmak és olyan anyagok érhetők el, amikre korábban nem is volt lehetőség. És nagyon sok ember elindul, keresi a saját útját, próbálja magát megvalósítani. Mennyire szükséges a tanítónak, egy személyes tanítónak a megléte, jelenléte? Szerintem szükséges. Mert az, amiket említesz, azok a tanítás lenyomatai. Az nem a tanítás maga. Tehát nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy a könyvvel összecseréljük a könyv üzenetét. És az élő darmát így lefokozzuk valami konzervdobozzá. És azt hisszük, hogy ha leveszünk valami könyvet, elolvassuk, akkor lényegesen megváltozik valami. Semmi nem történt, csak elolvastad egy turmixgép használati utasítását, de még nem mentél be a konyhába, nem tetted oda a munkapadra, nem töltöttél bele folyadékot, gyümölcsöt, egyebet, és még nem indítottad be. Egy tanítónak az a feladata, hogy az élő darmát közvetítse, és aki ilyet keres, az előbb-utóbb talál is. Úgyhogy a tanítás lenyomatai, mivel ezek nagyrészt kereskedelmi termékek, rendkívül könnyen föllelhetők. De az élő tan nagyon nehezen. És amikor a három legértékesebbről beszélünk, akkor az a Buddha, a Dharma és a Sangha, a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága egyben. Tehát amikor ez a három együtt van, ez az élő hagyomány. Nagyon nagy szerepe van mind a háromnak, főleg itt Európának ezen a felén, a Sangha, mint gyakorló csoport rendkívül sok feladatot ad mindenkinek. Nem csak a tanítónak, főleg nem a tanítónak, hanem a tagságnak. Olyasféle feladatot, amely korábbi csoport karmát fölül tud írni, még akár úgy is, hogy nem gyakoroltak együtt még sokat. A csoport a legsérülékenyebb entitása három közül. Nézd meg, hogy az elmúlt 100 évben hányszor kellett újra gondolni a társadalmat. Hányszor definiáltuk újra, hogy mi az ember, mi a helyes ember, ki a helyes ember, kik a társadalom kedvezményezettjei, és kik a hátrányos helyzetűek. Ezt hányszor változtatták meg nagyrészt erővel, zéró bölcsesség és együttérzés. Tehát hányszor kellett a csoportnak újraépülnie, újra bizalmat szavazni egymásnak, és újra megfigyelni, ahogy valaki vagy valami lenyúlja ezt az egészet. Tehát a csoportnak a léte az csak is a darmában nyugodhat, ehhez viszont kell egy tanító, aki ezt a darmát helyesen tanítja. És ekkor a csoport minőséget tud képviselni, és előbb-utóbb mennyiséget is, de a zen nem arról volt híres, hogy mennyiségi orientáltságú lenne. Tehát minőségi volt, és lesz is. Úgyhogy nézzük meg, hogy hol tudunk segíteni egymásnak, hol tudunk újra megbízni egymásban, és hol tudunk együtt gyakorolni. Hol tudjuk egymást a megvilágosodás felé segíteni. Mert a botnak a másik vége az nagyon ismert, hogy hogyan használjuk ki egymást, hogyan rontjuk el egymás életét, hogyan okozunk újabb és újabb nehézségeket a másiknak, és ez semmi más, puszta önzés, puszta nemlátás, puszta korlátoltság. És itt lehet látni azt, hogy amit 2500 éve tanulunk, azt mennyire kevéssé tudtuk össztársadalmi szinten megvalósítani. Tehát olyan deficit van az emberiség csoport karmájában, most 7,5 milliárdnyi emberről van szó, hogyha ezt nem oldjuk meg záros határidőn belül, az egész ránk fog omlani. És nehogy azt itt, hogy gyorsan vezényszóra és harsonával, az lenne a könnyű megoldás. Nem. Itt szép, folyamatos pusztulás és romlás lehet az osztályrészünk, ha nem ébredünk föl előbb,
Tehát nézzük meg, hogy a végtelenségig tudjuk javítani a helyzetünket, és a végtelenségig tudjuk rontani a helyzetünket, senki nem fogja ezt megakadályozni. Ezért tessék odafigyelni az alaptanításokra. Például, amikor a Mahajánában azt hallod, hogy mindenkinek van buddha természete. Mindenki ugyanolyan képességgel bír a megvilágosodásra. És akkor egy tapsol, hogy hurrá, hát ez gyönyörű, hát ez fantasztikus. Lényegében már mindenki buddha. Igen, de karmájában nem. Ezért kell vigyázni és figyelni, mert ahogy az út fölfelé nyitott és akadálytalan, úgy lefelé is, ha fölfelé, a buddha állapot megvalósítása felé semmilyen akadályt nem tapasztalsz, senki nem áll az utadba rajtad kívül, úgy lefelé, az önsorsrontás felé sincs ilyen. Ugyanaz a szabadság és ugyanaz a felelősség érvényesül, csak az egyik irány az egyik, a másik irány a másik. És ehhez föl kéne nőnünk. Tehát nem lehet más lényeket, létszférákat okolni azért, mert azt tesszük egymással és ezzel a bolygóval, amit nem lehet a felelősséget eltávolítani magunktól, mert eredetileg szabad emberek vagyunk. És ha ez így van, akkor felelősek is. Én otthon gyakorlom, de nincs semmilyen külsőség, hogy ez fontos-e egy ilyen ima hely kialakítása, vagy bármi ilyesmi, amit én látok így a... Nézd, egy lakásban különböző felhasználású helyiségek vannak, tehát mondjuk az ember a mellékhelyiséget nézi, ott van bizonyos tárgykultúra. Abszolút. A konyhára is jellemző ez, nem beszél mondjuk a nappaliról és a hálószobáról. Tehát ha szeretnéd, akkor lehet egy ilyen meditációs sarok, vagy egy falszakasz, amely pontosan és csak arra való. Ennél én fontosabbnak tartom, hogy legyen egy olyan közösség, tanítás és tanító az életedben, akik segíthetnek neked, és te is segíted őket a saját hivatású gyakorlásában, és így a meditáció nemes mesterségében. Értsük meg, hogy amennyire egyéni kezdeményezésen múlik, olyannyira nem jutunk előre az elszigeteltség állapotában. Tehát nagyon sokszor nagyon eltökélt gyakorlók általában a kezdeti fázisban oda jönnek hozzám, és megkérdezik, Szulim, én szeretnék szóló elvonulást gyakorolni, úgy egyedül. Milyen hosszú legyen? Egy nap. Annyit kibírsz saját magaddal. Tehát amikor az ember elszigetelten gyakorol, és tényleg a külvilágot kivágja analóg és digitális módon egyaránt, akkor elkezd a karmájával szembe kerülni. És hogyha a tükör nem elég erős, akkor berogyik a látottak súlya alatt. Na, ettől mentsen meg mindenkit a saját tisztánlátása. Azért van szükség erre a hármas egységre, hogy a véleményeid, az önképeid, az illúzióid, azok előbb távozzanak, mint az önbizalmad, az öntevékenységed, az önzetlenséged és a többi. Tehát nagyon sokszor van az, az ember, majd én, és akkor leül, csinálja x napig, és szembe kerül belül olyan dolgokkal, amikről nem is álmodott, hogy az ő lelkében ilyenek vannak. Mindenki átélt olyat például a mi hagyományvonalunkban, hogy 3 hónapos téli elvonulás. És onnantól kezdve, amikor együttérzés mantrát recitálsz, és belenézel, hogy a lélekben mi van, ilyen horrorisztikus képek jönnek elő, és nem érted, hogy egy kvanszembószál mantra miért hoz elő olyan klipeket, hogy Hollywood megirigyelhetné. És egyszerűen azért, mert ez az együttérzés akadálya benned. És most tudatosodik, és most engeded el, és most érsz vissza a mantrához, és most pucolod ki magadból ezt az egészet. És ez olyan mértékű lehet, hogyha nincs körülötted valaki, mint tanító, nincs egy világos tanítás, amely támpontot ad, és nincs egy csoport, amelyben hasonló helyzetű emberkék vannak, akkor annyira egyedül tud ezzel maradni az ember, hogy az ilyesféle gyakorlat, amikor a karmáját még jobban elhiszi, még jobban magára vesz, és még jobban azonosul vele, többet árt, mint használ. Erre mondták a régiek azt, hogy bár-e ne kezdte volna el. Mert teljesen rossz irányba ment. A dharma az a kétélű kard. Elvághatod vele az illúzióidat, elvághatod vele a láncaidat, kitisztíthatod a saját karmád dzsungelét, és így szabaddá válik az út, de ugyanazzal a mozdulattal egy rossz ponton magadat is megvághatod, magadat is miszlikbe szabhatod.
a te önképedet is teljesen helytelen irányba elviheted. Úgyhogy én azt kívánom, hogy mindenki éljen a dharma lehetőségével, mindenféle elvárás nélkül, de helyes irányban indulva. Találjuk meg mindannyian azt a primér hagyományt, ahol a tanító tanítás és tanítványi közösség segíthet nekünk, és mi is segíthetjük azokat. Hát ekkor haladhatunk a felébredés útján, ekkor teremthetünk kevesebb szenvedést és több boldogságot, több harmóniát és kevesebb ellentétet. És hogyha a mai előadásról semmi más nem viszel haza, csak azt, hogy a saját tudatunk teremti a világunkat, akkor már megérte. Akkor már valamivel többel mész haza, és ezzel párhuzamosan kevesebb téves nézettel. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, szeretettel várunk mindenkit templomunkban, akár gyakorolni, akár vendégségbe. A legközelebb ilyen alkalom holnap után lesz, vasárnap, amikor a 90 napos elvonulásunkat megindítjuk, és délelőtt 10 órakor megünnepeljük Sung San Zen mester tanítóm és sok más ember tanítójának az életművét. Köszönöm a figyelmet!